A következő készülék egy Casio XJ-V10-es. Nagyon szép kis darab. Ez egy valós 3300 ansi lumenes lézerlet hibrid projektor. Ez azért nagyon különleges, mert a lézerlet technológia eddig nem igazán ért el ezt a nagy fényerőt, tisztelet a kivételnek, a milliós kategóriában ott már voltak ennél jóval nagyobb fényerejű gépek, viszont úgymond az olcsóbb szekcióban ez nem volt jellemző. Most látható, hogy egy ilyen sárgás falra vetít, a vibrálás ez csak sajnos a telefon kamerája miatt van, és ott alul pedig, hogy a light controlból az egyes szintre van állítva, ugyanis 7 fokozatban állítható a lézerfényerő, emellett pedig egy nagyon erős szobavilágítás van még jelen. Természetesen ezt itt lehet egész fényesre is állítani. Nyilván a telefon kamerája alkalmazkodik hozzá, ezért én ezt vissza is veszem a legtakarékosabb üzemmódba. Nyári távja nincs meg ugyan, de egy írott távirányító van hozzá, amivel minden funkcióját el lehet érni. Összesen 908 órát üzemelt, ezek jellemzően 20 000 órára vannak megadva. Ami érdekessége a készüléknek, az ugye itt látható éppen a adatlapja, 3300 lumen XG a felbontás, azonnali be- és kikapcsolás jellemzi, ugye itt a fényút felépítése, nagyon takarékos készülékről van szó. Jó a belső elrendezése is, másfélszeres zoommal rendelkezik, egy HDMI, egy VGA, bemenet, egy hang be és kimenet, és egy programozó port. Hangszórója ennek a készüléknek nincs, de a hangot le lehet róla venni, meg külső hangot is lehet rátenni. No de, nézzük is meg, először így világítás mellett, aztán pedig majd sötétben is megnézünk egy durva 3 méter széles képet is. Ugye alapból 4-3-as, de tudja a 16-9-et is természetesen, és a Full HD jelet is kezeli. Egyébként nagyon szép a vetített kép, meglepően jó. És még a fekete szintek is megfelelőek. A kis pittyegés az a kamera fókusza, ami folyamatosan próbál. Nézzünk színeket is. A készüléket, ezt konkrétan 2018 évvégén gyártották, és 2019-ben adták el, ez egy céges projektor volt. Még garanciás lenne, de sajnos nincs meg a számlája. És akkor mindjárt megnézzük ezt az extrém 3 méteres példát is. Ott a háttérben egy 100 centis tévé. Továbbra is a legkisebb fényerőm van
a projektor, mindjárt remélhetőleg lesz fókusz is. Na, fókuszol. És szobavilágítás mellett vetíti most ezt a 3 méter széles képet legkisebb lézerfényerőn.